Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Kicsit több mint 2 hónap múlva itt vannak az önkormányzati választások. Az ellenzék számára nem csak az kihívás, hogy a 2019-ben megszerzett helyeit meg tudja tartani, hanem az is, hogy néhány pontján az országnak és még inkább a fővárosnak lehetőség nyílt arra, hogy átvegyék a vezetést a Fidesztől. Ilyen például Budapest 5. kerülete, a belváros, ahol 2006 óta töretlen Fidesz uralom van, annak ellenére, hogy a környező kerületekben volt, ahol tudott már fordítani az ellenzék. Annak érdekében, hogy maximalizálják az esélyeiket, úgy döntöttek az ellenzéki pártok, hogy előválasztáson választják ki a közös ellenzéki polgármester jelölt személyét. Az ellenzéki előválasztás időpontja április 4 és 7-ig között lesz, bár a mai napon kétségessé vált, hogy ennek a megtartása valóban meg fog-e történni, de nyilván a jelöltek ma erre is választal szolgálnak majd. Ugyanis ketten is indulnak ezért a posztért, Kovács Alex Gábor, illetve Juhász Péter. Szervusztok, köszönjük szépen, hogy éltek a választási vita lehetőségével. Köszönjük a lehetőséget. És akkor rendszeres nézőink számára ez nem okozhat meglepetést, de mégis fontosnak tartjuk elmondani a vita szabályait. A vitán először nyitóbeszédekre kerül majd sor, ennek a megszólalási sorrendjét sorsolással döntöttük el. Mindkét jelöltnek 2 perc áll majd a rendelkezésére a nyitóbeszédnek az elmondására. Ezen nyitóbeszédek alatt a másik jelöltnek nincsen megszólalási lehetősége. Ezt követően 4 vitablokkra kerül majd sor, a vitablokkok időkerete jelöltenként 7-7 perc, és ezen vitablokkok alatt bármikor átvehetik egymástól a szót, bármikor közbevághatnak, bármikor opponálhatnak, egészen addig, ameddig az időkeretük kitart. A 4 vitablok után pedig záróbeszédekre kerül majd sor, ennek is az időkerete 2-2 perc, itt már nincs lehetőség a másik szavába vágni, itt már nincsen lehetőség reagálni, kizárólag a saját időkeretnek a terhére. A szabályok világosak, elfogadhatóak? Igen. Igen. Akkor vágjunk is bele. Ahogy mondtam, a nyitóbeszédek megszólalási sorrendjét sorsolással döntöttük el. Ennek értelmében elsőként felkérem Juhász Pétert, hogy tartsa meg 2 percben a nyitóbeszédét. Köszönöm szépen, mehet is, ha jól sejtem. Jó napot kívánok mindenkinek, Juhász Péter vagyok, dolgoztam az 5. kerületben, és abból is látom, ami ott zajlott, én ugye 2014 és 16 között, vagy hát 2,5 éve 17-ig voltam igazából az 5. kerületben, látszik, hogy rendszerváltásra van szükség az 5. kerületben. Ez Rogán Antal teritoriuma, ma is Rogán klán dolgozik ott gyakorlatilag, ott egy testvérpár uralja a helyi viszonyokat, és hát itt kísérleteztek ki magának Rogán Antal az egész országra vonatkoztatott korrupciós működést, a propaganda használatát, illetve azt, hogy a helyi ellenzéket hogyan lehet kézben tartani. Ez az én szomorú hírem. Pontosan ezért mondom azt, hogy rendszerváltásra van szükség, mert minden egyes részterület ezen korrupciós metodika mentén fogva van ejtve. Ez annyit jelent, hogy a parkolás, ami a helyiek legnagyobb problémája, azt hiszem, ugyanúgy korrupciós okokra vezethetően vissza nem tud javulni egy kicsit sem évtizedek óta, igaz ez a lakhatási probléma kezelésére, igaz ez a tanárok és a pedagógusok helyzetére, az egészségügyben dolgozók helyzetére, a zöld felületek feleződtek az elmúlt 10 évben, és sajnos a helyi ellenzékenek nem tudott ellentartani. Én ezért mondom azt, hogy nem csak a Fideszt kell leváltani, hanem helyben sajnos a közel 20 éve ott működő ellenzéket is. Ezért gondolom, hogy mindenképp azt a programot érdemes támogatni, amit én hozok, erre garancia vagyok, független jelöltként megyek, ám a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd, a Momentum, a Mindenki Magyarországa, a Néppártján már jelezte a támogatását, mint független jelölt az irányomba. Nagyon fontosnak tartom, hogy egy konszenzusos működés jön létre a lakók bevonásával, az ő megkérdezésükkel, az ő részvételükkel, így tud működni egy olyan kerület, ami egyébként szimbóluma az országnak is. Budapest szíve, az ország szíve gyakorlatilag, az összes közintézmény, minisztérium, parlament megtalálható, és sajnos ugyanakkor ezen területen az összes oligarha is leverte a tanyáját, Mészáros Lőrinctől, Garancsi Istvánon át, a többiek is. Köszönjük. Kérem a jelölteket, hogy figyeljék majd az időkeretüket, mert amennyiben letelik, akkor kénytelen leszek majd közbeszólni. Megkérem akkor Kovács Alex Gábort, hogy tartsa meg nyitóbeszédét. Üdvözlöm a nézőket, különös tekintettel a belvárosiakat. Kovács Alex Gábor vagyok, a Tiéd a Belváros ellenzéki frakció vezetője, a helyi ellenzék polgármester jelöltje. Már nagyon elegem van abból, amit a Fidesz művel a belvárosban. Nem akarok többet ellenzéki képviselő lenni, vezetni szeretném az 5. kerületet. 2019-ben az ellenzéki pártok, a DK, a Momentum, az LMP, az MSZP helyi politikusai, helyi civilekkel összefogva létrehoztuk a Tiéd a Belváros frakciót.
ciklus alatt bebizonyítottuk, hogy ellenzékből is átláthatóvá lehet tenni a belváros működését, egy fideszes önkormányzatot. Nincs ma olyan ellenzéki közösség Magyarországon, aki annyi visszás ügyet vitt volna a nyilvánosság elé, mint a tiéd a belváros csapata. Mi hoztuk nyilvánosságra a Sadlő féli ingatlanok ügyét. A mi kezdeményezésünkre jött létre a Sadlő vizsgálóbizottság a fővárosba. Mi tettük nyilvánossá az összes ingatlan eladást, mi hirdettük meg az eltitkolt pályázati csomagokat, mi értük el, hogy a főváros éljen elővásárlási jogával, kezdeményeztük a fideszes polgármester vagyonosodási vizsgálatát, mi hoztuk nyilvánosságra a belvárosi vásárok hatalmas kedvezményeit, mi értük el, hogy élőben közvetítsék a testületi üléseket. Mi akadályoztuk meg, hogy a Bástya utcai játszótér helyén szálloda épüljön, hogy a Verespálné lánygimnázium épületéből NER Hotel legyen. Felterjesztéssel éltünk a kerületiek nyugalma érdekében a dohányboltok, tüzéjátékozás és a filmforgatások ellen. Mi értük el a TASZ-szal és a választási földrajzzal, hogy ne tudja a Fidesz saját javára módosítani a választókerületeket. Megteremtettük annak esélyét, hogy a belvárosban leváltható legyen a Fidesz. A tegnapi napon viszont változott a helyzet, új helyzet került elő. Ahhoz, hogy leváltsuk a Fideszt, ahhoz egy ellenzéki jelöltre van szükség. Eddig úgy volt, hogy április 4-e és 7-e között előválasztás lesz a belvárosba, de tegnap jelölt társam Juhász Péter azt közölte egy videóban, hogy ő nem akar előválasztást. Ezért vagyunk most itt, hogy ezt tisztázzuk szerintem. Köszönöm szépen. Akkor azonnal tovább is megyünk az első vitablokkra, mielőtt ezt megtenném, egy rövid szolgálati közlemény. Ha fontosnak tartod az ilyen típusú vitákat, ha fontosnak tartod a szabad nyilvánosságot, akkor kérlek, hogy 2024-ben is támogasd a Partizánt a személyi jövedelem adód 1%-ával. Ha még nem ajánlottad föl, akkor mindenképpen meg tudod ezt tenni a leírásban található linken keresztül. Nem egy bonyolult folyamat, és segítünk, végigvezetünk a teljes folyamaton annak érdekében, hogy biztosan hozzunk jusson el az 1%-od. Nekünk ez a legfontosabb támogatási forma. Kérlek, hogy állj mellénk és támogass bennünket. Most pedig akkor következik az első vitablokk, amelyben az alkalmasság, hitelesség, illetve az előválasztás körüli tisztázatlanságokról lesz szó. Mindkét jelöltnek 7-7 perc áll a rendelkezésére. Szóval valóban itt állunk nem sokkal az eredetileg kitűzött időpont előtt, és valóban tegnap, Péter, te posztoltál egy videót, amiben azzal vádoltad meg Alexet, hogy miatta nem sikerült még megállapodni a feltételekben a civil választási bizottsággal, és ez megakadályozza a szavazás megvalósítását. Alex ezt hazugságnak nevezted, és megismételted, hogy készen állsz a megmérettetésre. Szóval kérlek, mondjátok el a szavazóitoknak, lesz-e előválasztás, vagy sem? Én azon dolgozom, ma is kivannak a kollégáim az utcán, hogy legyen előválasztás, pont az ilyen vádaskodásokat, hazugságokat, amikkel most megvádoltam, én azt mondtam tegnap a videóban, hogy ne legyen előválasztás, vagy nem lennék benne, ez egyszerűen nem igaz, bárki ellenőrizheti, aki fölmegy az oldalon és megnézi ezt a videót. Én azt mondtam, hogy mi kifelé azt kommunikáljátok hónapok óta, hogy a pártok veletek vannak, hogy ti előválasztás pártiak vagytok, addig a gyakorlatban lehetetlenítettek el ennek a folyamatát, az alapját nem tettétek le, miszerint magát a választási rendszerről bármilyen módon megállapodjatok annak fejlesztőivel. Múlt hét csütörtökön volt az első megkeresése témában, pedig mi már nem tudom mióta egyeztettünk, a részletekben mindenben engedtem, úgyhogy közben egyetlen egy megállapodás sem tartottatok be, kezdve onnan, hogy a 22. kerületi szabályok szerint menjünk. Kiderült, hogy el sem olvastad, úgy hoztad ezt, hogy a szerint menjünk. Engedtem benne, hogy nem csak pártok jelöltjei indulhatnak, pedig nagyon egyértelműen bele van fogalmazva, hogy ez a szabálya. Mondtam, hogy nem. Majd, amikor nem állapodtok meg, tehát holnap után, ezt mondjuk el a nézőknek, holnap után az előregisztrációnak zajlania kellene. Nincs mögötte rendszer, amelyik regisztrálna, hogy ki szavazott, hogy a duplikátumokat ki lehessen zárni, hogy bárki hol regisztráljon egyáltalán, tehát nincs mögötte rendszer, mert nem kerestétek meg őket. Nagyon szórakoztató a Péter, amit elmondtál. Az a baj, hogy nem mondasz igazat. Tehát szeptember 13-án jelentkeztem be polgármesterjelöltnek, akkor már közöltem mindenkivel, hogy készen állok az előválasztásra, ez azóta se változott. Nagyon egyszerű a belvárosban a képlet, mert hogy két ellenzéki jelölt van, én szeretnék előválasztást, a Péter állítólag szeretne előválasztást, akkor miért ne lehetne előválasztást? Nem állapodtál meg a rendszer használatáról, hanem kifelé kommunikált. Van egy nagyon rossz játék, amit a Momentum játszik a civil jelölttel, jelen esetben velem, hogy dugdossa azt a szoftvert, amit közpénzzel lefejlesztett a budafoki választásra. Ezt én levelekkel tudom igazolni, tehát azért furcsa, Péter, a te érvelésed, mert hogy ott ültünk nem négy szemközti beszélgetésekben, hanem sok szemközti beszélgetésekben a civil választási bizottság előtt, tehát sok tanú van arra, hogy nem mondasz igazat. Kérlek konkrétumot, hogy miben nem mondok igazat? Hát például abban nem mondasz igazat, Péter, hogy ne vettük volna föl a kapcsolatot a
szoftverfejlesztője, a Momentummal. Mikor vettétek fel? Momentummal, azt követően, hogy megbeszéltük, hogy felvettük a kapcsolatot. Azt követően, hogy megbeszéltük azt, hogy... Dátumot mondja, Alex, légy szíves, hogyha hazudnak nevezel, akkor menjünk. Nem tudok most neked konkrét dátumot mondani, de föl fogom tenni a Facebook oldalamra az összes levelezést ezzel kapcsolatban, akkor mindenkinek nyilvánvaló lesz, hogy ki nem mond igazat. Szóval az a baj, hogy amikor a Momentum frakcióvezetője Bedő Dávid olyan leveleket küld, hogy a héten neki nem is alkalmas már gyakorlatilag beszélni azzal a fejlesztővel, aki lefejlesztette ezt a szoftvert, meg egyébként is el van havazva a budafoki előválasztás miatt, akkor azt én egy kicsit időhúzásnak vélem, sőt azt is időhúzásnak vélem, amikor arról beszélnek, hogy 3,2 millió forintot kellene fizetni egy olyan szoftverért, amit már valaki lefejlesztett, és amit már valaki kifizetett. Jó, tehát menjünk sorba. Március 20-a az, amikor elküldted az első levelet Donát Annának, és a hello@momentum.hu-ra, hogy válaszoljanak neked, hogy mikor tudsz egyeztetni. Vagy emlékeztetek mindenkit, ez múlt hét csütörtök, úgyhogy nekünk hétfőn alá kellett volna írni a megállapodást. Ehhez képest két munkanappal előtte veszed fel a kapcsolatot egyáltalán a fejlesztőkkel. De azt mondod, Péter, én még mindig nem tudom, hogy kik a fejlesztők. Én azt tudom, hogy a DK és a Momentum használt egy szoftvert Budafokon, és azt nem értem, hogyha itt van a kiváló DK és Momentum által támogatott jelölt, akkor miért nem tudjuk ugyanezt a szoftvert használni azonnal, hogy ne kelljen nekem egyeztetnem senkivel, mivel neked is az a célod, hogy előválasztás legyen a belvárosban, ugye? Ez a célod? Nekem egyértelműen ez a célom. Akkor nem értem ezt az időhúzást. Tehát akkor miért kell nekem külön egyeztetnem bárkivel, akivel nem tudok egyeztetni, mert nem reagál a megkeresésekre. És egyébként a nagyon jól hangzik ez a hello@momentum.hu, de hát a Donát Annának van egy személyes e-mail címe is, és arra is el lett küldve. Ezt is igazolni tudom természetesen. Jó, akkor válaszolnék. Tehát először is az, hogy a rendszert ki milyen körülmények között használja, én örülök, ha kiteszed a levelezést, ha nem fogod kitenni, én fogom kitenni. Benne volt a legelső civil választási bizottsági ülésen. Amire nem jöttél el? Mindenki maga, én a kampányfőnökömet küldtem el arra, nem kell személyesen a technikai egyeztetésen részt venni. Így ez nem technikai, ez egy február 24-i ülés volt, ennek pont tudom a dátumát, ahol a kampányfőnököd amellett érvelt, hogy igazából minek is kell előválasztás, hogyha minden jelölő szervezet téged fog támogatni. Ez megint csak egy olyan dolog, hogy te nem voltál ott, én ott voltam, és még nagyon sokan ott voltak, akik hallották ezt. Nem volt hajlandó kimondani a kampányfőnököd egyértelműen, hogy ti szeretnétek előválasztást a belvárosban. Ismétlem, a dokumentumban az van benne, hogy pártok jelöltje indulhatnak. Az volt az én kampányfőnököm kérdés, hogy melyik az a párt, amelyik téged jelöl, bármilyen módon, vagy támogat, mert hogy kifelé a sajtóban végig ezt kommunikáltad, ezzel vezetitek meg a szavazókat. De Péter, hogyha pártok jelöltje indulnak, akkor te független jelölt vagy, ugye? Én meg a tiéd a belvárosnak vagyok a jelöltje. Tehát akkor téged melyik párt jelöltje? Tehát te melyik pártnak a jelöltje vagy? A Momentum, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd, a MMM és a Néppártyán közös jelöltjeként. De független. Tehát, hogy nem tisztázott, mert jönnek más pártok is, és más szervezetek is, és közös jelöltként tervezek indulni. Ma erre nem tudok neked válaszolni, mert még az MSZP is jelezte, hogy majd támogatna, hogyha jönne a budapesti megállapodáson túl. Tegnap voltam a Szikra mozgalomnál, ott egy tagsági szavazás zajlik, jönnek be még más szervezetek, akkor fogjuk véglegesíteni, hogy konkrétan milyen listán megyünk. Csak nem mondd azt, hogy független jelölt vagy, hogyha felsorolod azokat a pártokat, akik támogatnak téged. Mert nem tudsz független lenni, hogy a pártok támogatnak, azt azért érted? Ezt te nem érted azt, hogy az, hogy függetlenség, ez lehet, hogy abból fakad, hogy ott függő viszonyban vagy már évtizedek óta más pártokkal és más szervezetekkel. A független az nem azt jelenti, hogy nem fogad el támogatást másoktól. Az azt jelenti, hogy egy önálló entitás szabad akarattal, aminek a megvalósításában, a programai megvalósításában mások támogatják. Ezt hívják úgy, hogy integratív személyiség, aki össze tudja hozni a különböző szereplőket, mert a Fidesz csak így választható le. Hozzáteszem, hogy a kétfarkú kutyapárt szavazóra is szükség lesz, az a feladat, hogy őket is megszólítsuk, erre is kettőnk közül én vagyok az alkalmasabb. Ezt hívják úgy, hogy integratív személyiség. Az nem azt jelenti, hogy a függetlenségemet adtam föl, hanem elfogadom mások támogatását. De válaszolnék sorba, mert vádoltál. A civil választási bizottság első ülése technikaiként volt meghirdetve, amiről beszélt február 24-én, egy 50 fős részvétellel zajló ülés, ahol az én kampányfőnököm, pont mert hogy pártoknak van a dokumentum, amit te magad aláírtál állítólag olvasás nélkül. Benne vagy pártok. Ezt Péter, ezt már többször mondtad, hogy én olvasás nélkül írtam valamit alá. Bizonyára te is emlékszel, amikor megküldtél egy megállapodás tervezetet, amiben benne volt az a dátum, hogy 4-e és 7-e között legyen az előválasztás a belvárosba, akkor én azt visszaküldtem, és másnap alá is írtuk. Ebben akkor
arról volt szó, hogy a budafoki keretrendszert fogjuk használni a belvárosi előválasztás során. De arra bizonyára te is emlékszel, hogy az a dokumentum, amire hivatkozol, hogy én azt nem olvastam el, azt te később hoztad el, egy héttel később raktad le az asztalra, és arra próbáltál hivatkozni, és azzal próbáltál kibújni az előválasztás elől, hogy mivel engem egyetlen párt sem támogat, így én nem tudok részt venni az előválasztáson, mert hogy benne van abban az anyagban, amit egy héttel később hoztál, hogy pártok jelölnek. Urak, lassan 10 percet tart az első vitablokk, és ebben akarom belefolytani a szót, de szerintem nagyon fontos lenne, hogy a nézők számára egy tiszta helyzetet teremtsetek. Egy hét múlva esedékes választásról beszélünk, amire jól értem, 2 napon belül meg kell, hogy induljon az előregisztráció. Lesz-e, és ha igen, szerintetek milyen formában előválasztás a belvárosban? Én szeretnék előválasztást, hogyha a Péter beszél a támogató szervezetével, a Momentummal, hogy oldja föl ezt a helyzetet, hogy adja oda rendelkezésre, bocsássa a szoftvert, akkor el tud indulni az ellenzéki előválasztás regisztrációs része. Ez nem egy párt szoftvere, ez több párt fejlesztette együtt, és a fejlesztőktől kell támogatni. Az a szerencsé, hogy mind a két párt téged támogat, Péter. Ha meghallgatsz egy mondatot, akkor lehet, hogy megérted, hogy miért fontos, hogy te intézd ezt a dolgot, mert neked kell a fizetésről megállapodni, arról, hogy a technikai feltételeket mit tudsz biztosítani, és a supportot ők hogy adják. Ezeket mind ők egy fejlesztést kifizettek, ami az alapot jelenti, és ezt egyébként adaptálni kell minden egyes előválasztásra. Az, hogy hány helyen, milyen körülmények között kik indulnak, mindent le kell programozni ebben, amihez programozókra van szükség, ez nem a Momentum, és nem a DK, amelyik együtt fizette ki az alapfejlesztését, hanem programozókkal szerződni kell. Mivel te azt kommunikálod, hogy, és teljesen mindegy, melyikről beszélünk, mert visszakanyarodnék az alapokhoz megint, Bedő Dávid neked ezt, hogy egy agresszív levelet, mondjuk így, tegnap írt, nem hetekkel ezelőtt. Ezek a megbeszélések, amikről mi most beszélünk, meg hetekkel ezelőtt zajlottak. Te múlt hét csütörtökön írtad az első levelet azzal kevered, a kapcsolatban. Kérlek, hadd fejezzem be, akkor javíts majd ki, de hadd fejezzem be a mondatot. Te múlt hét csütörtökön írtad az első levelet Donát Annának, akkor legyen így, hogy egyáltalán beszélni arról, hogy addigra már szerződnünk kellett volna arról, hogy mi a megállapodás. Én szeretnék előválasztást, ezt mondom mindenkinek, nem tudom melyik kamerában mondjam, szeretnék, de nem tudok egy nem megszervezett előválasztáson részt venni. Ismerem a blame game-et, ezt játszotta velem az MSZP már a 2014-es választáson, és úgy csinálunk, mintha valamit nagyon szeretnénk, és közben a gyakorlatban ellehetetlenítjük. Ez az, amit én ma tapasztalok nálam. Erre mondom azt, hogy nagyon jó, hogy a civil választási bizottság ott volt és felügyelte ezt a folyamatot, mert nyilvánvaló, hogy Péter nem akar előválasztást, ezt többször ki is fejtette több interjújába is, most is ezt csinálja, próbálja a felelősséget áttolni. Az a kérdésem, Péter, szeretnél előválasztást vagy nem? Ha igen, akkor mi az akadálya annak? Az az akadálya, hogy én nem tudom fölvenni a Momentummal a kapcsolatot? Azért a szoftverért, amit a Momentum meg a DK közpénzen lefejlesztett? Tehát az, hogy átírjuk a nevet Juhász Péter és Kovács Alex Gáborra, tehát ez a nagy programozási cirkusz, ami miatt hátráltatódik a folyamat? Engem ne feszíts meg, Léci, se az, hogy közpénzzel, mert te közpénzből élsz 20 éve, a lakásod ilyen napon közpénzből van, beköltözhetek-e, kérdezni én. Ezek a pártok kifizettek egy szolgáltatást, amiben az volt a megállapodás, ez van mindenhol leírva, hogy mindenki vállalja saját részét. Én nem láttam még ezt a megállapodást, te ezek, veled akkor ezek szerint látod. Megállapodásról beszélek, amit mi aláírtunk, hogy mindenki fizeti a részét. Tehát rám légy szíves, ne told, hogy leírod papíron, hogy vállalod ennek a részét, hogy kifizeted, majd most számon kéred rajtam, hogy a pártokkal te nem állapodtál meg, és mit várnak tőled költséget. De én azt tudom mondani, hogy én vállalom. Tehát, hogyha jól értem, most alapvetően arról van szó, hogy az offline előválasztás előtt áll bármilyen akadály? Hát a rendszerben... Ugyanúgy ez a szoftver kell hozzá. Kell a szoftver. Így van. Jó. Én így akkor tudom. Ha jól értem, egy olyan megállapodásról van szó, amelyről az az állítása a Péternek, hogy te a rád eső részt fedezed és kifizeted. Hát meg tudod ezt erősíteni? Igen. Alex, ha jól értem, te pedig azt várnád, hogy ezt a szoftvert lefejlesztő pártok pro bono fölajánlanak. Nem, én még nem tudom, hogy hogyan áll a dolog. Tehát én még nem tudok semmit erről. Ehhez kéne fölvenni. Megkerestem a Momentum elnökét, azzal kapcsolatban, mi kell ahhoz, hogy tudjuk használni, jelöljön ki valakit erre a szoftver használatra. Egyébként kedden találkoztunk, és ott vetetted föl, Péter, hogy te kiszállsz ebből az egészből, a te részed az rendben van. Milyen kedden találkoztál velem? Kedden, múlt hét kedden a civil választási. Kedden, és nem vetettem föl, hogy ki, miről beszélsz? Ezért jó, hogy mások is ültek annál az asztalnál. Megbeszéltük a legelső ülésen, mivel te tele sajtóztad, nem azt sem tudom, honnan jön neked az összeg, teszem hozzá halkan. Küldted át e-mailen, de ezt is majd meglátják a nézők. Én azt küldtem át, hogy a Budafokinál milyen összeg volt összesen a teljes dologra, egy Excel táblázat. Igen, és leosztottad 4 felé, mert azt mondtad, hogy Budafokon volt 2 jelölt, a belvárosban volt 2 jelölt, tehát akkor 3,2 millió forint.
Na, én erről beszélek. Tehát ugye ezek a torzítások, én azt mondtam, hogy az az elvárás pártok részéről szerintem teljesen normálisan, mindenki fizesse ki a részét, ahány helyen van előindulás, ahány jelölt, arra elosztva. Nem válaszoltál Marci kérdésre, hogy te ezt vállalod-e. Papíron vállaltad, a megállapodásban ez van. Mindent vállalok, amit tudok, hogy mit kell vállalni. Tehát jelen pillanatban te mondtad, hogy láttad a papírt állítólag, amiben benne van összeg szerint, hogy nem, mit te küldtél át egy Excel. Alex, vállalod Excel azt, hogy kifizeted a részét? Mindent vállalok azért, hogy legyen előválasztás a belváros. Miért nem vetted fel a kapcsolatot a fejlesztő céggel, vagy a fejlesztőkkel, vagy bárkivel? Azért, Péter, mert nem tudom, hogy ki a fejlesztő cég, mert a Momentum nem közölte velem, hogy ki a fejlesztő cég. Te, hogyha tudod, hogy ki a fejlesztő cég, és te szeretnél előválasztást, akkor tedd meg, hogy segítesz abban, hogy ez létrejöjjön. Mert kicsit azt érzem, hogy hátráltatod a folyamatot. Mert hogyha segítenéd, akkor átküldted volna, hogyha segíteni akarnál, átküldted volna a fejlesztő cégnek az információit. Hogy lehet őket elérni? De azt mondtad, hogy a Momentummal vegyük fel a kapcsolatot. Ez megtörtént, a Momentum egy hétig nem vette észre, hogy fölvettük velük a kapcsolatot, majd visszaírt egy levelet Bedő Dáviddát, majd ezt is el lehet olvasni, hogy most ezen a héten megpróbál majd ebben foglalkozni. Ez tegnap történt, vagy tegnap előtt? Ez, amit idézel mondott, ez tegnap előtt történt, úgyhogy hétfőn kellett arról én de Péter, arról nem tehetek, hogy a Momentum, szerződést. Tehát hogy milyen ráhatásom van a Momentum frakcióvezetőjére, hogy ő mikor válaszol, amire? Bocsánat, azt hiszem, hogy egy nagyon részletgazdag eljárásrendi kérdés produkálódott, egy alapvetően politikai vita, ami feltehetően a választók szempontjából kevésbé érdekes, és őket mégiscsak az érdekelni, hogy lehetővé fogja-e tenni az ellenzék egésze azt, hogy Szentgyörgyi Völgyi Péternek egy kihívója legyen, aki mögött ott áll egységesen az ellenzék, vagy sem. És azért szeretném ezt a kérdést ennyire kiélesíteni, mert Juhász Péternek még 31 másodperce van, Kovács Oleg Gábornak van 1 perc 28 másodperce, tehát nem szeretném, hogyha bárki is kifutna az idő keretéből, úgyhogy kérem, hogy erre a kérdés egyértelműen válaszoljatok, akár előválasztással, akár bármilyen más formában, lehetővé fogjátok-e tenni azt, hogy egyetlen ellenzéki kihívója legyen Szentgyörgyi Völgyi Péternek június 9-én? Erre kérek egy egyértelmű igent vagy nemet. Péter? Egyértelműen mindenhol szemben azzal, amit állított, előválasztás hívő vagyok. Nincs olyan interjú. Nem a kérdésemre válaszolsz. Akkor mi a kérdés? Visszalépnék-e valaha? Akár előválasztáson, akár bármilyen vissza. Más formában. Nem lépek vissza. Lehetővé fogod-e tenni azt, hogy Szentgyörgyi Völgyi Péternek egyetlen ellenzéki kihívója legyen? Igen. Igen. Sőt, én már tettem is ezért. Tehát én lejelentettem azokat a helyszíneket, amikben megállapodtunk, csak még nem írtuk el a megállapodást, de a rendőrségen ezeket már lejelentettem. Szereztem tabletteket ahhoz, hogy az elektromos részt tudjuk használni. Kértem a csomó árajánlatot nyomdáktól, a molinóra, a sátorra és az egyéb dolgokra. Csak az az egyeztetés, amin ezeket le kellett volna ütni, Péter, az elmaradt, mert te lefújtad. És ez már a sokadik egyeztetés volt, ez már a harmadik vagy a negyedik egyeztetés volt, amit az előválasztás témájában te lefújtál. Jó, innentől nincs vásározom, tedd ki a leveleket, és mindenkinek világos lesz. Szuper. Hazugság ez. Azt fújtam le, hogy aláírjuk, mert nem vagy felkészülve arra, hogy a rendszerről beszélt volna bármennyit. Múlt hét csütörtökön te vetted föl először a kapcsolatot a rendszer ügyében a fejlesztőkkel. A másik probléma az az, hogy a Péter aláírta a megállapodásba azt, hogy ha is amennyiben veszít, akkor kivonul, és a saját pártjainak, vagy a saját párt támogatóinak nem tud helyet biztosítani. Ez az az aláírás, amit most a 12. kerületben vitat például a DK és a Momentum, hogy nem lehet olyan megállapodást hozni, ami kizárja azt, hogy a pártok tudjanak jelölni. Péter aláírt egy olyan megállapodást, amiben azt vállalta, én is aláírtam, hogy a győztes visz mindent. Tehát a győztes jelöli a képviselő jelölteket az 5. kerületben. Erre vonatkozóan pártos megerősítést még nem tudott mutatni. Jó, Kovács Lesz Gábornak van még 21 másodperce, Juhász Péternek van még 5 másodperce. Kívánjátok-e használni még ezt az időkereteket, vagy mehetünk a következő vitablokkra? Én szeretném még egyszer megerősíteni, szeretnék előválasztást a belvárosba. Április 4-e és 7-e között. Én is szeretnék, és felszóltam a Lexet, hogy akkor járjon el a dolgában, amit vállalt aláírásával. Jó, akkor menjünk tovább a következő vitablokra. Ennek a vitablokknak, a másik vitablokknak alapvetően az ingatlan és vagyongazdálkodás, illetve a kerületben tapasztalatok korrupció a témaköre. Ugye pontosan lehet tudni azt, hogy a kerület valójában Rogán Antal viselt dolgai miatt került be a szélesebb nyilvánosság érdeklődésébe, az országos nyilvánosság érdeklődésébe, nevezetesen azzal, hogy hát rendkívül alacsony áron alul értékesítettek egyébként rendkívül értékes ingatlanokat, amelyeket ráadásul mindketten ostoroztatok és elfogadhatatlan gyakorlatnak neveztetek meg. A jövőre nézve, szerintetek mik a legsúlyosabb problémák még a kerületben, és hogyan láthatnátok ezt visszaszoríthatónak a következő ciklusban, amennyiben ti vezetnétek a kerületet?
Elsőként Alex. Mindenképpen miután átveszük az önkormányzatot, kell csinálni egy átvilágítást. Tehát szerintem ez egy több hónapig tartó folyamat, külső szakértők bevonásával meg kell nézni az elmúlt 18 évben milyen ingatlan eladások, hogy történtek, és milyen csontvázak dőlnek még ki a szekrényből. A vizsgálat szempontjából szerintem nagyon sok mindent sikerült elérnünk. Az 5. kerületben a Karácsony Gergely főpolgármesterrel való együttműködés nyomán elindult az, hogy elővásárlási joggal tud élni a fővárosi önkormányzat. Ennek köszönhetően, hogy ezt megszavazták, több per van az 5. kerületi önkormányzat és a fővárosi önkormányzat között. Ennek a pernek a kimenetele azért még kétséges. Azért lenne jó, hogyha ezt meg lehetett volna csinálni időben. Mi többször jeleztük ezt a fővárosnak, aztán majd beszéljünk szerintem a Sallő ingatlanról, mert szerintem az volt a leglátványosabb eleme ennek az egésznek. Amikor ezt jeleztük a fővárosnak, nem élt azonnal az elővásárlási joggal, belement egy ilyen jogi hercehurcába, a következő pályázati csomagnál tudott ezzel érdemben élni. Azért fontos az elővásárlási jog gyakorlása, nem azért, amit a Péter szokott mondani, hogy akkor több pénz marad csak az önkormányzatnál, mert nem az 5. kerületi önkormányzatnál maradna több pénz, hanem a fővárosinál, mert így kiderülne, hogy a Fidesz által eladott ingatlan követően 2 hónap múlva el lehet ugyanazt az ingatlant adni dupla annyiért is. Jó, az nekem ezt így tényleg vicces hallgatni. Alex megszavazta azt a rendelet módosítást 2007-ben, ugye a történet úgy néz ki, 2006-ban Rogán polgármester lett, ahogy mondtam, 2007-ben megváltoztatták az ingatlan rendeletet, ami alapján egyáltalán ez a gyakorlat kialakulhatott. Ezt Alex megszavazta, majd egy évre rá más MSZP-s képviselőkkel együtt lakást kapott, ilyen értelemben, ugyanilyen feltételkel féláron, amit ha jól megyek, még ráadásul 25 éves kamatmentes részletre, és tehát mai napig akár 30 000 forintot is kell fizetni a lakásért, hogy ott legyen. Ez egy többször, probléma. Többször felvetetted már, Péter, nem kaptam senkitől lakást, megvásároltam a lakásomat ugyanolyan feltételekkel, mint több ezer belvárosi előtte is, és utána is. Előtte biztos, és hogy nem, mert 2006-ban változtatták meg a rendeletet. Tehát ez nem igaz. Ez a része nem igaz, Péter. Hogy ne lenne igaz? Hát akkor nem mehetne ez a folyamat, ami zajlik, amit én tártam föl, mert érdekes módon 2014-ig, amíg én nem lettem képviselő, senki nem tudott ezekről az ingatlanadásokról. Az előbb is, meg a ez nem igaz, Péter, tehát ez sem igaz, de mondd meg. Senki nem tudott arról előtte, hogy zajlik az ingatlanadás. Ezt én tártam föl, én tettem fejentést, én bizonyítottam be, hogy Rogán Antal bűnöző, és amikor én voltam ott, akkor állították meg az ingatlanok eladását, majd elmentem, és azonnal újraindították, pedig ott ültetek. Te azzal dicsekszel, egy, hogy én nem ültem ott abban a ciklusban, amit te elhagytál. 2, nem állították le az ingatlan eladását. Szoktál hivatkozni Csonka Krisztián által benyújtott javaslatra, amit néha magadénak tulajdonítasz. Jól mutatja, hogyha fölmegyünk most is az üvegzsebbe, nem állt le. Az üvegzsebbe 2021-ben töltöttek fel utájára. Nem állt le. A 2021-ben töltöttek fel, és pont ezt akartam mondani, hogy nagyon viccesen érvelsz itt amellett, mert lehet, hogy van, aki beveszi, hogy a 5. kerület milyen átlátható lett a munkátok eredményeképp. A Transparency, az átlátszó, illetve a K-monitor jelentésében meg az áll, hogy évek óta folyamatosan a legátláthatatlanabb kerület, 30%-ot ér el szemben, mondjuk a Pikó vezette 90%-kal, nem átlátható az 5. egyáltalán, az üvegzsebben most menjen föl bárki. Olvastad ezt az anyagot? Utolsó szerződést. Végigolvastam az anyagot, és hadd térjek vissza a lakásodra. Mert hogy ugyanígy kijátszottak egy csomó mást, én nem gondolom, hogy abban te hiteles tudsz lenni, hiszen ettől vagy a Fidesz fogja, hogy ugyanezeket az ügyeket elő tudják venni. Vicces, hogy azt mondom, hogy kell egy vizsgálóbizottság, ami felterül, mi zajlott eddig, amikor ott ültök bent, az orrotok előtt játsszák ki ezeket az ingatlanokat. Belül ellenzéki a frakciódból a bizottságban, ott vagytok a testületi ülésen, így folynak ki ezek Sok hamis állítást tettél, például a K-monitoros felmérés, amire hivatkozol, abban egyetértünk, hogy az önkormányzat a honlapjára nem teszi ki ezeket az információkat, ezért kerül az utolsó helyre az 5. kerület. De nincs ma olyan belvárosi ingatlan eladás, amit mi ne vittünk volna ki a sajtóba, Péter. Nincsen? Ezt onnan lehet tudni, mert te is, amikor rendszeresen a Facebookon posztolsz az elmúlt 2 hónapban, amikor visszatértél az 5. kerületbe, mert azt gondolod, hogy te vagy a megoldás az 5. kerületi ügyekre, akkor azokat a híreket posztolod ki, amiben a tiéd a belváros csapata folyamatosan meg van említve, mert mi vittük ki ezeket az ügyeket. Ez egy nettó hazugság, tök könnyen tudja bárki ellenőrizni. A Szabadics Zoltán Mészáros Lőnc üzlettársának lakásügyéről senki nem is tudott előtte, 46 millió évitel egy lakást, ami 120 milliót ér.
Ott van rögtön, aki mellett ültök gyakorlatilag a testületi ülésen, Nagy Gergő fideszes képviselő, beköltözött egy 130 négyzetméteres önkormányzati lakásba, ellenszavazat nélkül, mind a bizottságban, mind a testületi ülésen, ott ül egyébként a frakció tagja a bizottságban, és az ülésben senki nem tudott róla. Olyan ügyek kerülnek ki, amik egyébként is kikerülnének, mert meg kell küldeni elővételi szándékra a fővároshoz. Azok kikerülnek, amik nem fájnak a Fidesznek, vagy úgyis kiderülnének, azok, amik tényleg fájnának, mert róluk van szó személyesen, azok meg nem. Ez megint egy hatalmas nagy csúsztatás. Valamelyik nap te kiálltál a Városház utcai Shuttle ingatlan elé, és megkérdezted, hogy hol volt az ellenzék, amikor ezt kiárusították ezt az ingatlant. És annyit mondok neked, összeszedtem pontokba. Hol volt az ellenzék? 2020-ban írt erről az ügyről először a Telex. 2000, csak olyan pontosság kedvéért. Egy csomagot. Na, Péter, akkor megint felületesen olvastad azt a hírt. Egy csomagot, amiben volt egy ingatlan, ami külön került bele a csomagba, ez ki is volt emelve abban a hírbe. Ezt követően többször leírták Shuttle-nek a nevét is, még Shuttle ügy nem volt sehol. 2021. novemberében tartóztatták le Shuttle Györgyöt, akkor már 5 hír volt arról. Többek között Karácsony Gergely főpolgármester úr is kiállt azzal kapcsolatban, hogy tudta megvenni Shuttle György ezt az ingatlant. Arról persze elfelejtett beszélni, hogy úgy, hogy a fővárosi önkormányzat sajnos lemondott az elővásárlási jogáról. Tehát ez volt az a rossz mechanizmus, amit 2 évbe tellett, hogy megértessünk a fővárosi önkormányzattal, hogy miért fontos megvenni az ingatlanokat az 5. kerület elővásárlási jogán. Igen, tehát én az eredményekre lennék kíváncsi. 19-ben, amikor a Karácsony Gergely főpolgármester lett, én voltam az, aki végigmentem a fővárosnál és belvárosnál, és akit ismertem, hogy muszáj lenne megvenni, egyet sem sikerült elérnetek, és ez egy politikai munka. Erről beszélek, hogy úgy csináltok, mint hogyha az lenne a politikai munka, hogy újságíróknak adtok ilyen csontokat, amik őt megírhatnak, és ők biztos, hogy hálásak ezért is elkötelezetté válnak. Péter, anyagot a cikkeit. Péter, hogy tudom elérni, nem vagyok a fővárosi közgyűlés tagja. Az a politikai munka, Alex, hogy amikor ott voltam, és nézzen utána bárki, pontosan tudják, leállították az ingatlanadásokat. Ahogy kitettem a lábam, újraindították. Az a politikai munka, amit te hivatkozol, Csonka Krisztián által rakták ki, valóban az ő előterjesztése volt, integratív személyiség vagyok, azért szavazta meg a Fidesz, mert elvégeztem azt a politikai munkát, hogy nem tehették meg, hogy nem szavazzák meg. Ez a politikai munka. Integratív személyiség lennél, akkor nem egyedül indulnál a belvárosban, hanem lenne egy csapatod. Ezek ilyen szövegek a részedről, mert kiderült, hogy se párt nincs mögötted, se a pártok helyi szervezetei is. Gyurcsány Ferencnek kell már levelet írni a saját tagságának, a Momentum kiposztolja a saját Facebook oldalra belvárosi frakció. Egyszerűen nem igaz, amiket állítasz. Nagyon jó, hogy eljutottunk oda, Péter, hogy Gyurcsány Ferenc árnyékába kell kilépned. Tehát te, aki 2014-ben azért jöttél le a közös listáról, mert hogy te soha az életben nem fogsz Gyurcsány Ferenccel egy listára kerülni. Most leveleket küldözgettek, hogy Gyurcsány Ferenc téged támogat, és ez mennyire jó, mert együtt vagytok. Mert hogy támogat minden párt. Márki Zaj, Péter, szerintem ez tök rendben van. Igen, Alex, hogyha te érted, fogadd el, nem csak 8 emberrel, aki fogja a Fidesznek ugyanígy, mint te, ott van 20 éve, hanem ennél egyel nagyobb léptékben van szükség arra, hogy leváltjuk a Rogán emberét. Helyben a Tilda belváros csapatába vannak olyan pártos emberek, akiket még nem zártak ki, a Momentum most már jó úton halad, hogy kizárja az összes politikusát, akik engem támogatnak, és ők ez a belváros... Ez 8 ember, összesen 8 ember, nem, aki téged támogat. Annál azért darab több. Ember. Nem csak, csak jelöltből van 10, küzdünk azon, hogy helyezünk el. Az a különbség, Péter, hogy ki az, aki ismeri a belvárost, ki az, aki nem ismeri a belvárost. Mert, hogy az, és én nem ismerem a belvárost, az a, bölcsődébe, óvodába, általánosba, az a 10 ember, akit te összeszedsz, vagy összefújnak a pártos szelek, azok nem fognak, és próbáltuk már ezt 2014-ben, és nem sikerült. Jó, szeretném, hogyha a korrupción túlmenően egy picit beszélgetnénk az ingatlan állományról olyan vonatkozásban is, hogy egyébként mire ad lehetőséget úgy a lakó, mint az egyébként üzleti hasznosításra alkalmas ingatlan állománya az 5. kerületnek, tehát hogy amennyiben ti polgármesteri lennétek a kerületek a következő 5 évben, mit kezdenétek ezzel, mit lehet igazából ajánlani úgy a kerületrész rakóinak, mint egyébként a szélesebb budapesti közösségnek. Péter.
Ja, én kezdem. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos a társasházak felújítása. Ehhez viszont még csak nem is kéne saját forrást használni, bár egyébként még erre is lenne lehetőség, mindent a korrupció lebontásával el lehet érni sokkal több forrás után, de európai uniós források behozatalára is lenne lehetőség. Nem hallottunk olyan előterjesztést a frakció részéről, hogy a kerület ezt tegye meg, nem is várható. Én beszéltem Piko Andrástól, Soproni Tamáson át számos más polgármesterrel, erre van lehetőség, 1,5 milliárdos etapokban be lehet hozni társasház felújításra pénzt. Ez nagyon fontos. Sokkal komplexebb ennél a probléma, majd fogunk beszélni a turistákról, meg egyáltalán. Itt 7000 darab ingatlan áll, amelyikben amit a lakás lenne, de nem lakásként használják. Ezeket mindenképp fel kell tudni húzni, hogy jöjjenek be új lakók. Magyarul fiatalokkal töltődjön meg a kerület. 40 000-es létszámból elfogyott a lakosság, 24 000-en laknak ma a kerületben. Ettől tudjuk élővé tenni, hogyha nekik biztosítunk lehetőséget. Én nem tudom, hogy honnan veszed ezt a 7000-es számot, ezt már egy másik vitába is használtad. Mindenképpen én is azt mondom, és ezt többször be is adtuk javaslatként, hogy meg kell növelni a társasházi támogatásokat. Nagyon nagy baj van ma az 5. kerületben, erről is fogunk majd később beszélni. Nagyon sok Airbnb lett, nagyon sok olyan Airbnb lett, ami nem szabály szerint működik, és néha a lakókat londinernek nézik a saját házukba, tehát hogy megjelenik a turista csoport, londinerként használják. Mindenképpen fel kell mérni, mennyi üres ingatlan van ma a kerületben. Erre vonatkozóan semmilyen adat nincs nyilvánosságra hozva. Tehát én képviselőként sem tudom azt, hogy mennyi az ingatlan állomány. Ezt át kell világítani, és irodából lakásprogramban meg kell csinálni azokat az ingatlanokat, ahova be lehet vonzani orvosokat, szociális munkásokat, pedagógusokat, és lehet nekik lakatást biztosítani. Ezt köszönöm, hogy átvetted, mert voltunk egy előző vitán, ott ezt mondtam el. Van adat, utána kell csak menni. Úgy hívják, hogy népszámlálás. Felmérték, hogy milyen lakásban laknak-e vagy nem. 7000 van üresen a 20000-ből. Van adat, ez a harmada. Ezekbe kell valóban, ahogy mondod, lakhatást biztosítani tanároknak, vagy pedagógusoknak, egészségügyi dolgozóknak. Erre sem volt kezdeményezés, eddig pedig a másik legnagyobb probléma az ő helyzetük a kerületben. Másik fontos kérdés, hogy több kerület 2019 után próbálkozott, vagy próbálkozik jelenleg is lakásügynökség kialakítása, ugye a fővárosban is most áll föl a lakásügynökség. Amennyiben polgármesteri választanák bármelyikőtöket, kezdeményeznétek a hasonlót annak érdekében, hogy az ingatlan hasznosításnál a szociális szempontok jobban domináljanak, vagy épp ellenkezőleg adott esetben fontosnak tartanátok a privatizációt, csak nyilvánvalóan a korrupciótól mentes módon, annak érdekében, hogy ezzel teremtsetek többletforrásokat a kerület költségvetése számára, és akkor elsőként Juhász Péter. Ha nem kérdezted volna, magamtól mondtam volna, mert megint csak tehát határozott igen a válasz arra, hogy a lakásügynökség a probléma ennek a 7000 lakásnak a hasznosítására is túl a szociális hogy mondjam, körülményeken vagy a segítségnyújtáson. Hiszen ezzel lehet elérni, hogy a rengeteg olyan külföldi, aki befektetési szándékkal vette az ingatlanját, az motivált legyen arra, hogy valamilyen módon pénzhez jutva a lakásügynökség kezelésébe a ingatlan által kiadja a lakását, és innentől lehetne élővé tenni a kerületet. Azt gondolom, hogy ez egy jó próbálkozás tud lenni. Az biztos, hogy külső kerületekhez képest az 5. kerületnek nagyobb részt kell vállalni a különbözet beiktatására. Tehát, hogy az a különbözet, ami a piaci ár és a szociális rész között van. Tehát, hogy itt szerintem ez több 10, több 100 millió forintos különbözetet kell majd bevállalni az önkormányzatnak. De van az 5. kerületi önkormányzatnak erre forrása. És ugye alapvetően az ingatlan privatizáció kapcsán tapasztalt visszaélések miatt lehetett hallani az 5. kerületről, de nem zárható ki, más típusú pannamák is előfordulhattak a kerület részben 2006 óta, vagy akár még korábbra datálhatóan. Szóval erre vonatkozóan kérdeznének benneteket a terveitekről, mit gondoltok, mit lehet vállalni a választók részére, hogyan zajlana a megelőző korszak visszásságainak a feltárása, amennyiben titeket juttatnak polgármesteri székbe. És mindig azt fogom egyébként elsőként szólítani, akinek több ideje van, úgyhogy ezért megint Juhász Péter. Jó, én nem ezt tartom a legfontosabbnak, nyilván föl kell tárni az összes ügyet, ami eddig zajlott, de ennek nagyjából tudjuk a rendszerét, mondom, ennek részes az ottani ellenzék is pillanatnyilag, és Alex meg is szavazta ezt a rendszert, tehát igazából én azt gondolom, hogy jogilag lezárt ügyekkel nem fogunk tudni mit kezdeni.
Ebben nem értek egyet, szerintem vannak olyan szakértői vélemények, amik, hogyha bűncselekmény történt mondjuk egy ingatlan eladásnál, akkor jogilag ez nem évült el, tehát ezeket föl lehet tárni, meg kell vizsgálni, megfelelő szakembereket kell bevonni ebbe a folyamatba. Egyébként, amikor a Péter arról beszélt, hogy körbejárta a fővárosba a barátait, meg a kerületbe a barátait, hogy éljen a főváros az elővásárlási joggal, akkor megint csak egy ilyen mendemonda, amit nem tud bizonyítani. Én nagyon szívesen vártalak volna, meg láttalak volna a Sadül vizsgálóbizottságon, ahova beküldtél egy anyagot, de személyesen nem jelentél meg, pihenésed töltötted. Hát megengeded nekem, hogyha te veszed fel a képviselő fizetést, akkor ne én dolgozzak érte. Én beküldtem, és pont ezt akarom mondani. Fel van tárva, Alex, az, hogy a rendszer hogy működött. Az alapja az a kormányzati, hogy hívják ezt, rendelet, az alapján lehet kijátszani filérekre az ingatlan, és erre épült a rendszer, hogy utána 70%-on mérik föl, 30% kedvezményt adtak régen, ma már csak 25-öt, és így kerül harmadába az ingatlan. Ami a ciklus alatt sikerült elérni, hogy a 30%-os kedvezmény az 10%-ra csökkenjen. Szerintem ez egy nagy eredmény. 2023-ban még azért 25% kedvezménye adták el Szabadicsnak, ami nem került ki általatok. Mészáros üzlettársa, akkor majd el kell magyarázni. Nekem új volt ez a hír, tényleg ebben igazad van. Én nem találkoztam. Ki, nem találkoztam el valakire, de utána mondtad. Néztem, és megtaláltam, hogy ez az úr a te ciklusod alatt került bérlővé. Nem, 2019-ben kellett bérlő, és 23-ban vásárolta meg. Nem, Péter, nem. Hát ott van nálam a papírja, majd akkor ezt meg én rakom ki. Okay. Nem, az én ciklusom az 10 évvel korábban volt, nem, ez nem is élt még. 2014-től ez egy 22 éves srác, vagy 23 éves srác, nem, ez a Szabadicsnak a gyereke, aki akkor rosszat néztél, nem igaz egyszerűen az állításod. De fel van tárva, még egyszer mondom, fel van tárva maga a rendszer, annak az alapja az a rendelet, igen. Kovács Alexnek van még 10 másodperce, kívánsz élni vele? Nem, köszönöm. Akkor menjünk tovább a harmadik vitablokra, aminek a téma igazából a már mindkettőtök által megpendített lakosságkiáramlás, nevezetesen az, hogy a rendszerváltás óta a kerület lakossága megfeleződött, jelenben a turista destinációknak az egyik kiemelt helyszíne lett, igen komoly problémákat okozva a helyi lakosság számára, miközben nyilvánvalóan gazdasági szempontokból pedig védhető az, hogy miért van szükség ezekre a helyekre és az ebből származó többletbevételre. A kérdés alapvetően az, hogy ti miben azonosítjátok be a lakosság megfeleződés legfontosabb okait, és szerintetek kifejezetten kerületi önkormányzati politikai eszközökkel mit lehet tenni, kellett tenni bármit is ennek a megakadályozására, adott esetben ennek a trendnek a visszafordítására. Elsőként Kovács Alex Gábor. Köszönöm. Igen, abszolút lehet. A trendnek az oka, hogy élhetetlen lett a belváros. Tehát ez egy nagyon egyszerű dolog. Nincs normálisan szabályozva semmi ma a belvárosba, ami az ott lakókat védené a befektetőktől vagy a turistáktól. Gondolok itt arra, hogy szegvélyesek és rolleresek rohangálnak az utcákon, ütik el a gyalogosokat, ütik el az idős lakosságot, nincsen normálisan ellenőrizve az Airbnb kiadás. Van nagyon sok Airbnb tulajdonos, aki tisztességesen, bejelentett módon szabályszerűen használja az Airbnb-t, vagy szolgáltatást nyújt Airbnb-ként, de van nagyon sok olyan tulajdonos, aki visszaél ezekkel a jogosítványokkal, és nincs rá kapacitás, hogy az önkormányzat ezeket ellenőrizze. Mindenképpen fontosnak tartom, hogy le kell állítani a belvárosban a díszburkolatozást. Tehát abba kell hagyni azt, hogy az utcákat díszburkolatozzuk, néha újra is. Felháborítónak tartom például a Váci utca, Déli Váci utca újra díszburkolatozását végzi most az 5. kerületi önkormányzat 2,5 milliárd forintért, miközben a Váci utcai általános iskolába a szülők gyűjtenek mosdóra pénzt, hogy legyen felújítva a mosdó. Tehát ez nem jó állapot. Azért mennek ki a lakók a belvárosból, mert nincs megfelelő szolgáltatás a kerületbe. Megszűntek a posták, megszűnt rendőrőrs, megszűnt a piac, odaadták a piacot egy ilyen bolha cirkusznak. Tehát minden, ami a városias jellegét adná a kerületnek, azt megszüntették. Jó, idáig egyetértek, és örülök, hogy a nyitó videómból hallok idézeteket, amivel megjelentem egyáltalán, valóban élhetetlen a belváros. Ebben azt gondolom, hogy sajnálom, hogy csak itt hallunk róla, és eddig nem. Zárójelben megízen az a Bolha cirkusz egy 70 ezeres közönséget bevonzó fénymúzeum speciál. Hány ötödik kerületi lakos? Hány ötödik kerületi lakosok meg ingyen mehetnek be? Ez most mellékszál, teljesen lényegtelen a gyerek. Te akkor ezt támogatod, vágyák. Péter, hogy ez legyen? Tehát, hogy a Hold utcai piac legyen piac, és azt mondom, hogy ezeket egyensúlyba kell hozni. Legyen piac, de most nem az. Az azért halt be, te is
pontosan tudod, mert fenntarthatatlan volt abban a formában. Addig 50 millió forintot kellett fizetni az önkormányzatnak rezsidíjra, így legalább valamire használják. Nem értek egyet, nagyon nem értek egyet, Péter. Lehet, hogy nem értesz egyet, attól még így van. Azért 50 millió forint folyt ki, de... Azért fenntarthatatlan, mert úgy csinálták, hogy fenntarthatatlanná váljon. Tehát ez olyan, mint a fáknak a gondozása a belvárosba. Ki kell vágni egy fát, hogyha megbetegszik. De hogy jutunk el odáig, hogy megbetegedjen a fa? És sajnos a piaccal szisztematikus leépítést végeztek. Jó. Tehát akkor visszakanyarodnék, az élhetőség az nem attól lesz, hogy egyébként kiszorítjuk a vállalkozókat vagy a turistákat, ők ilyen a világváros, azok vannak. Tehát azt kell tudni elfogadni, hogy velük együtt kell tudni élhetővé tenni a belvárost. Itt a zöldítés, amiről már beszéltem az elején is, az egy nagyon fontos része a történetnek, mert attól lesz valójában élhető. Ez mondom egy komplex probléma, ide jön a parkolás, ide jön a közlekedés, amit a szegvélyeknek nyilván senki nem örül, annak viszont, hogy alternatív eszközöket használjanak az ott élők, az viszont nagyon fontos lenne. Majd lesz egy külön etap, ha jól sejtem, nézek Marcira a parkolás közlekedés témakörben, hogy arra most nem térek ki, de ide hoztam volna be magamtól, hogyha Marci nem emeli be az előbb a lakásügynökséget. A lakásügynökség az, amivel valóban hosszú távon ott élő embereknek lehet lakhatást biztosítani, ezzel automatikusan szorul ki az Airbnb és minden rövid távú kiadás, és abban a pillanatban élettel telik meg a belváros, és az ilyen típusú emberekkel viszont kereslet keletkezik, tehát erre mondom, hogy komplex probléma, mert ma minden a turistákra van optimalizálva. És ez a szomorú tény, ez való igaz, hogy ma az önkormányzat az kizárólag a pénz felől közelít, hogy honnan tud ő magának bevételt teremteni, behozni, és nem a lakókról szól a történet. Airbnb kérdése. Tiltani, korlátozni, adott esetben a jelenlegi formában továbbengedni, mi a megoldás, vagy mi a kezelési javaslat az Airbnb-re, aminek ugye az 5. kerület kiemelt célpontja, és akkor elsőként az időtöblet miatt Juhász Péter. Jó, én erre nagyon röviden tudok válaszolni, alapvetően a lakókra bíznám ennek a kezelését helyi szinten. Maga a szabályozás az 5. kerületben 5%-ot enged meg egy társasházban, azzal egyetértek a legszerűbb, hogy ennek a betartatását, az ellenőrzését, az az önkormányzat feladata. De a lakókra bíznám, hogy mit engednek, vagy mit nem. Az a probléma, hogy van egy erős szabályozás a belvárosban, ez 2 évvel lett elfogadva, de akik azelőtt üzemeltettek Airbnb lakásokat, azok szerzett jogként megtarthatták. Most már egy szigorúbb szabályozás van, most már újat nem tudnak létesíteni, de az addig üzemelő Airbnb-k azok megmaradtak. Egy szigorúbb ellenőrzésre van szerintem is szükség, és arra van szükség, hogy a társasházaknak biztosítjuk azt a jogot, hogy akár évente felülvizsgálhassák azt, hogy akarnak-e Airbnb-t a házban, vagy sem, vagy esetleg más üzemeltető általi Airbnb-t akarnak. Ami nagyon fontos szerintem, az a szálloda építkezés a belvárosba. Szálloda stoppot fogok hirdetni, amint átveszem az 5. kerület irányítását, nem lesz több szálloda építés. Azért nem, mert egy módon tudnak manapság szállodát építeni az 5. kerületbe, hogyha társasházakat alakítanak azzá. És ez egy olyan folyamat, ami most itt a NER 5. kerületi térnyelésével, itt a nyeres vállalkozók megjelenésével egyre nagyobb probléma a bent élőknek, hogy a saját társasházunkból szorítják ki a lakókat. Magával az elvel tökéletesen egyetértek, az is egy nagyon fontos kérdés, hogy ezt Alex vajon képes lesz-e megcsinálni, van-e olyan erő benned és ütőállóság ezekkel az emberekkel szemben, mint bennem. Én ezt bizonyítottam, én sajnos nem láttam azt a vehemenciát az eddigi tevékenységetek kapcsán, mert erről eddig is lehetett volna beszélni, eddig is lehetett volna előterjesztésbe adni, eddig is lehetett volna legalább közösséget szervezni rá az ott élőkből, és ez nem történt meg. De Péter, ez megint csak nem igaz. Nagyon távol voltál a belvárostól, ezért szívesen képbe hozlak. A Verespálné utcai gimnázium, Verespálné gimnázium lányépülete. Megvan? Amit Szíj László vásárolt meg. És amiből szállodát, egy 125 szobás butikhotelt akartak. Sikerült megakadályoznunk, hogy elindulni. Nem nektek, hanem a lakóknak. Pont ez az, hogy a lakóknak, és nem Péter, nektek. Péter, nem hallott, mi a különbség a lakókkal közösen meghozott döntésekben, és az, hogy te egy személyben bármit elérsz. A lakókkal közösen elértük azt, hogy nem lesz szálloda ott. Jó. Mi ezzel a probléma? Ezt a lakók kezdeményezték, és a lakók érték el, nem ti. Nem, ezt mi kezdeményeztük? A politikai munka, akkor majd kérlek még egyet, hadd kérjek, akkor tedd majd ki azt az előterjesztést, ami erről elhangzott éppen a közgyűlésekben. Szerintem nagyon sokan kíváncsiak erre, hogy mi ebben a ti szerepetek valójában. Nem ezek történtek meg. Azt látom, és azt tapasztaltam, amikor ott voltam, hogy ez a közeg, akik ti vagytok, inkább együttműködtök ezzel a közeggel. A nem igaz, Péter. De megkapjátok a jussot belőle, van, aki lakást, van, aki más módon. De Péter, ez nem igaz. Tehát, hogy igaz, nem mondasz igazat.
miben nem mondta megint igazat? Szeretek a konkrét. Semmilyen módon nem működünk együtt a helyi Fidesszel. Semmilyen módon. Jó, akkor például mondtad azt is, hogy mitől élhető. Én azt is nagyon fontos üzenetnek tartanám, hogy a civil lakosságot támogassuk. Van a civileknek írt 50 milliós éves pályázat, ebből a Fidesz elvisz 30-35 milliót, és a hozzátok kötődő különböző civilnek álcázott szervezetek, amik ezek a volt MSZP-s körök, elvisznek mondjuk tavaly 9,4-et talán, összességében egy választási ciklus alatt 50 millió forintot a civileknek szánt pénzből. 90-en pályáznak erre az 50 millió forintra, ez a két érdekkör, ez a régi 70-30 arányában elviszi a nagy részét, és a maradék 6-8 millió maradott a 80 pályázó civilnek. Szerintem ez egy nagyon súlyos dolog, és erről beszélek, hogy ha tényleg élhetővé szeretnétek tenni, és tényleg együttműködni, akkor az iskolák alapítványáiról lobbiznátok, hogy ne ők kapjanak 2-300 ezer forintokat, az egészségügyi intézményekért lobbiznátok, és nem azért, hogy mondjuk Bródi Gábor civil szervezete, aki a frakció tagja, elvigye minden évben 4 millió forintot arra, hogy sikeres legyen a belváros. Mert hogy szerintem Bródi Gábornak nincsen civil szervezete. Egyébként meg szoktunk... Elnök egy civil szervezetnek, amelyik nem, tavaly is... Szerintem ezt nézd meg jobban. A, elnöke volt, lett most átíródott éppen és a kampányra. Szoktunk lobbizni, például nagyon sokat lobbizunk az oltalomnak. Az oltalomnak több millió forintot sikerült támogatásként odaadni, akár a saját keretünkből, képviselői keretünkből, akár az önkormányzaton keresztüli finanszírozásból. Szerintem, hogyha mi nem vagyunk ott, Péter, akkor az oltalom nem kap forrásokat. Azt el tudom mondani, hogy Bányi Gábor miért engem tart hitelesebb és támogatható jelöltnek szemben veled? Mert kiraktad a, kiraktad a fényképét az oldaladra, majd elmondta nálam videóban, hogy megkeresett egy srác, neki is elmondtam, hogy nem téged támogat, hanem engem, majd megjelenik az oldalon támogatóként. Miért lehet ez, hogyha ennyire odaadóan dolgozol? Hát azt gondolod, hogy Iványi Gábort én félrevezettem, és nem magától állt oda mellém arra a fotóra? Tehát most ezt állítod? Én azt látom, hogy kín van egy kép, majd nálam elmondja hanggal, videóval, keresen rá mindenki, ott valami ilyesmi a szöveg, megkeresett az előző héten is egy srác, de én elmondtam neki, hogy azt támogattam, akit minden párt, téged. Azt tudom mondani, hogyha megkérdezed a kerületi oltalmat, megkérdezed, József Nádor téren vannak különben, női szálló. Elkeverted, akkor az Iványi Gáborról kezdtünk el beszélgetni. Mondd, ja, hogy kerül ki egy fénykép, úgy kerül, maga az érintett elmondja, hogy nem úgy kerül ki a fénykép, hogy összeálltunk Iványi Gáborral, megkértem, hogy támogasson, ott voltak még barátaim is, és azt mondta, hogy támogat fogja minket. Fogja meg ezt a táblát. Támogat minket. Szerinted azt gondolod, hogy erőszakkal vettem rá Iványi Gábort, hogy fogjon meg egy táblát? Valamivel én azt gondolom, Péter, azért, ez már tőled is sok, tehát hogy az. Tőlem sok? Nem velem vagy vitában. De Péter, nem én mondom, te veled vagyok vitában, mert hogy te mondod azt, hogy én Iványi Gábort arra kényszerítettem, hogy fogjon meg egy táblát. Most tényleg? Bocsánat, kanyarodjunk vissza a turizmus kérdéséhez, mert erről még nem igazán esett szó, csak érintőlegesen, miközben fontos kérdés lenne, hogy ti hogyan tekintetek igazából a turizmusra, mi az a típusú turizmus, ami kívánatos a kerületben, és mi az, ami visszaszorítandó, egyáltalán milyen eszközei vannak erre gyakorlatilag a kerület résznek, és hát gyakorlatilag időazonosság van. Alex, első köszönöm a megszólás lehetősége. A belvárosban mindig is lesznek turisták, mindig is lesznek éttermek, tehát ez a belváros. Ez minden nagyváros, minden világváros sajátossága, hogy turisták vannak. A turistáknak a, nem is tudom, hogy mondjam, tehát hogy lehet, hogy arra azért kellene energiákat fordítani, és belvárosi önkormányzatként erre lehetne, hogy ne a legénybúcsús turisták járják be a belvárost, hanem olyan turisták jöjjenek, akik a Budapest szépségét és a belváros szépségét értékelik jobban. Ez az Airbnb-vel nagyon összefügg, mert hogy nagyon olcsón tudnak szállást szerezni a legénybúcsús turisták, és ezáltal van az az érzése az ötödik kerületi lakosságnak, hogy gyakorlatilag ilyen vigalmi negyeddé vált az ötödik kerület. Én polgárőrködöm képviselőtársammal rendszeresen, teljesen más képet mutat az éjszakai belváros polgárőr szemmel, rendőr szemmel, mint a nappali. Tehát, hogy tényleg egy ilyen zsibvásárrá válik a belváros, főleg az Erzsébet tér környéke, Zinnyi utca környéke. Igen, leíró jelleggel egyetértek, bár megoldást nem hallottam. Én azt gondolom, hogy el kell fogadnunk azt, hogy lesznek és vannak turisták. A szerencsés helyzet Budapesten, hogy mondjuk egy nem tudom, más európai világvároshoz képest még mindig, hál' Istennek, kevesebben vannak. Én azt gondolom, hogy velük való együttélés az fontos, abban az értelemben, hogy ha már itt laknak viszont emberek, és mondom, én abban tennék erőfeszítést, hogy minél többen legyenek, mivel hozzájuk csapódik le a turisztikai bevétel, hogyha a korrupciót meg tudjuk állítani, akkor ebből vissza lehet rengeteget adni az ottaniaknak. Ilyen például a köztisztaság kérdése, ami szerintem sokkal fontosabb nekik, mint a dajdajozók megállítása, hiszen ők nem turistaként azonosíthatóak, mert ezek a NER fiatalok pont úgy jönnek be a különböző NER által elfoglalt helyekre dajdajozni, ott az nem feltétlenül turista probléma, a turistáknak is egy jelentős része az város nézni jön, és nem dajdajozni. Tehát
máshonnan közelítenék. Azt mondom, hogy például ez megint Soproni Tamáséknál a hatodik kerületben megvalósult, hogy forró drót van a szemét elszállítás, mert hogyha bárhol bárki bármilyen köztisztasági problémát lát, egy forró dróton vállalja az önkormányzat, hogy fél órán belül intézkedik annak a helyrehozásáról, elszállításáról. Ilyen típusú támogató jellegű szolgáltatásokat kell bevezetni, azt gondolom. A legfontosabb szerintem a belvárosban azok a közvécé kérdése. Tehát ma a belvárosban nem nagyon lehet találni olyan helyet, ahol az ember, hogyha rájön a szükség, el tudja végezni ezt a dolgát. Pedig a fővárosnak vannak olyan terei, meg vannak olyan kialakított helyei, amit lehetne használni erre, és lehetne üzemeltetni, ezt nem teszi. A másik kettő, azt már mondtam, a szegvélyek és az elektromos rollerek kitiltása a belvárosból. Én ezt vállalom, hogy ezt azonnal meg fogom tenni, mert ez nem egy olyan szolgáltatás, ami a lakosság mobilizációját segíti, ez egy olyan szolgáltatás, amit a részeg turisták szoktak használni a Váci utcában és a környékén lévő randalírozásra. Ezt meg kell állítani. Jó, tehát én azt gondolom, egyrészt közvécék vannak, az egyedileg kevés és nem jó minőségben van, 9-10 darab csak az 5. kerületben, nagyon fontos része, hogy legyen még több. Én a mobilitási eszközökre tenni azt gondolom, hogy mindegy bizonyos értelemben, hogy elektromos rolleről, bicikliről vagy szegvéről beszélünk, mindenképp kell biztosítani valahogy azt a lehetőséget, hogy az ott élők is tudják használni, és egyébként akár turisták is. A közbicikli tipikusan, ez megint nem hallottam egyszer sem megszólalni ebben a témában a frakciótokat. Folyamatos vitában van, a főváros egyéb kerületei mind imádják a közbiciklit, az itteni városvezetés vagy kerületvezetés, az folyamatos vitában van a céggel, tehát amíg eljátszódik az, hogy mennyire fontos lenne mondjuk a parkolóhelyek, hogy mondjam, a helyrehozása, a közlekedés reformja, hogy ne füst töljenek és dugók legyenek a városban, addig a biciklizés gyakorlatilag kiszorítják a kerületből. Ebben sem hallottam semmi valóságot, pedig... Én ezt múltkor hallottam ezt a problémát. Én nem érzékelem, én rendszeresen használok bubit, nem érzékelem azt, hogy távol lennének, vagy nem lennek kellő mennyiségű bubi állomás az 5. kerületben. Ezt múltkor mondtad, nem értem, engem még nem kerestek meg, és nem is láttam az önkormányzat előtt se ilyen döntési pontot. Jó. Egyrészt nem ez volt a probléma, csak ez is egy probléma, kicsik azok a tárolók és kevés van belőlük, de a nagyobb probléma, hogy rászáll az 5. kerületi közterület felügyelet arra, hogy a szabadon hagyott biciklit, amivel beugrik valaki mondjuk egy trafikba, közértbe, bárhova, azt azonnal szállítják el, azonnal bírságolják, és ez mindenkinek rossz. Én ebben a ciklusban egy ilyen ügyet láttam. Tehát, hogy nem hiszem, hogy ez egy ilyen... Engem a cégvezető keresett meg, mert hozzátok nem érte el. Juhász Péternek letelt az ideje, Kovács Lesz Gábornak van még 21 másodperce, kívánsz eljönni ezzel az időkerettel. Köszönöm. Jó, akkor menjünk tovább a 4. vitablokkra, amelyben valóban a közterületek, illetve a közlekedés témáját fogjuk majd érinteni. Ugye a kerület belső része zsúfolt, ez gyakorlatilag mindenki számára tudható, aki kicsit is tájékozott a kerület viszonyait illetően, betonközpontú, az élhető közterületek és a helyi lakosok igényét kielégítő szolgáltatások rendkívül rossz minőségben érhetőek el, vagy nem elégségesek. Mik azok a legégetőbb problémák szerintetek, amelyekkel muszáj kezdeni valamit? Elsőként Péter. Megint nagyon komplex a probléma, iszonyú nehéz lenne egyben 7 perc alatt is elmondani, mert a komplexitásából fakadóan. Ez összefügg a zöldítéssel, a közlekedéssel, a parkolás helyzetével, és egyáltalán a turizmus ott lakók viszonyával. Az alapvetés az lenne, azt hiszem, hogy minél kevesebb autó jöjjön be a belvárosba egyáltalán, tehát én annak is híve lennék fővárossal nyilván egyeztetve, nem véletlenül Karácsony Gergely is támogatásáról biztosított, beszéltünk erről, hogy minél kevesebb autó jöjjön be. Hogy ennek mi a konkrét megoldás, ezt nyilván majd polgármesterként lehet realizálni, de a cél az az, hogy kívülről autó ne jöjjön be alapvetően. Nyilván most mindenki kezdve a helyén, nem az áruszállításról beszélünk, és nem a gyógyszerszállításról, vagy a mentőről. Második lépése parkolóhelyek felszabadítása, amire úgy van lehetőség, hogyha a parkolóházakkal az önkormányzat szerződést köt, ma is van egy pár, nagyon rosszul működik, iszonyú drága és kevés a hely, de hogy parkolóházakban elhelyezhessék az ott élők, akik csak hétvégén használnák az autójukat. Felszabadul rengeteg parkolóhely ezáltal a mindennapi használatra. Ha ezt megspékeljük azzal, amit mondtam, hogy kívülről be se jöhetnek, zöld területeknek keletkezik hely, illetve ami nagyon-nagyon fontos, megint csak szerintem életbevágó bizonyos értelemben, pláne az ott élő időseknek, hogy a kis szolgáltatókat gyakorlatilag nem tudják fogadni, tehát egy redőnyszerelőt, egy mosógépszerelőt, egy villanyszerelőt, vagy dupla áron kap árat egy ott élő ember, vagy egyáltalán be se jön megcsinálni a mosógépét valaki, mert nem tud leparkolni, nem tudja a létráját, szerszámostáskáját odavinni, és ezekre viszont mindenképp kell megoldást találni. Ez vagy műszaki parkolóhelyet jelent, vagy az, hogy
minden ott élő kapjon egy vendégkártyát, vagy műszaki kártyát, amivel ő maga tudja garantálni egy hozzájövő kisiparosnak, hogy ne az árba kerüljön be a parkolás, és ez a lehetőség meg legyen nekik. Legközelebb, hogyha a főpolgármesterrel egyeztetsz, akkor kérd már meg te is, én többször megtettem, hogy végre szüntesse meg a Városháza Parkba az ingyenes parkolást. Tehát nem jó az, hogy az önkormányzat, fővárosi önkormányzatnak a dolgozói egy 300 autós garást üzemeltetnek a belváros közepén, ingyenesen, miközben jár nekik a bérlet, a BKV bérlet. Én 2014-ben javasoltam a kizárólagos parkolást az itt élőknek, a belvárosiaknak, ez 2023-ban valósult meg. Most már több kerületben van, hogy a lakók kizárólagos parkolóhelyeket tudnak igénybe venni az éjszakára, az este folyamán, az esti időszakban. Nagy probléma még az 5. kerületben a minisztérium és az országos hatáskörű szerveknek a parkolása. Nagyon sok, több mint 600 parkolóhely van kiadva minisztériumoknak és egyéb országos hatáskörű szerveknek, ezt meg kell szüntetni. Tehát, hogy szerintem ezek az emberek, meg ezek az ott dolgozók menjenek be a mélygarázsokba. Egyébként, amit a Péter felvetett, az már működik az 5. kerületben. Sok olyan lakó van, aki kiválthatja a parkolását mélygarázs helyre. Abban viszont egyetértek, hogy csillapítani kell a bejövő forgalmat. Tehát, hogy mindenképpen az lesz a megoldás hosszú távon, hogyha a város határaiban, ott, ahol van kötött pályás közlekedés, lesz normális parkolóhely, ahonnan be tudnak jönni az emberek, a bent dolgozók kötött pályás közlekedéssel. Az az érdekes még a belvárosban, hogy most, amikor le van már zárva a rakpart minden hétvégén, akkor a külső kerületekből érkezők bejönnek autóval, hogy élvezzék a lezárt rakpartot. Erre valamit ki kell találni, mert hogy a belvárosiak gyakorlatilag a folyamatos dugó miatt a Kiskörúton nem jutnak haza. Tehát szerintem meg kell vizsgálni azt, hogy abban az esetben, amikor le van zárva a rakpart, akkor az 5. kerületiek használhassák a Lánchidat menekülő útnak. Ja, én sajnálom, hogy ilyen rossz a viszony, ezek szerint a főpolgármester is, hogy rajtam akarod levelni, nem sikerül neked elintézni. Én azt ígérem, hogy el fogom intézni, hogy a polgármester leszek, de ennél szerintem van egy még súlyosabb probléma, és ha már beszélgetünk erről, van a főváros és az 5. kerület között megkötött, még tarlós idejében az 5. kerületi polgármesterre megkötött parkolási munkacsoport nevű cucc, ami egy választási ciklus alatt 200 millió forint közpénzt éget el a semmire, amiből megint csak a frakció tagja részesül. Erről miért nem hallottak eddig, hogy évi 8 millió forintot rak zsabra a frakciód egyik tagja annak folyamányaként, hogy egyébként létrejött egy parkolási munkacsoport, aminek semmi feladata nincs, nincsen tetten érhető, lekövethető munkarendje, jegyzőkönyve, bármi, évente 4-szer kell leülnie, tehát ülésenként 2 millió forintot kapnak az abban részvevő tagok, ez részben fideszes, részben pártmutik alapján berakott jelölt, köztük Bródi Gábor, aki a frakció tagja. Ha a parkolásról valóban komolyan akarunk beszélni, én azt sejtem, ebben nem láttam még bele rendesen, hogy itt egy ugyanolyan parkolási maffia zajlik, mint a 9. kerületben. Nagyon erős jelek vannak, amik erre mutatnak. Ez az egyik példa, és erről beszélek, amikor azt mondom, hogy belekorrumpálják az ellenzéket is, amit ti nyitottak vagytok. Beszéltünk azért a civil pénzekről. Azt tudod, hogy ez egy 5. kerület, és a fővárossal közös. Tehát ez, igen, az 5. kerület és a fővárosa közös, tehát hogy így van. Karácsony mondom, Gergely ugyanannyi... kötötte meg, Karácsony Gergely felmondani akarta ezt, felmondani akarta, és ebben a levélben, hogy legalább vigyék le a díjazását, így van. Az 5. kerület nem hagyta, majd beraktátok az embereteket. Pontosan mi kértük azt a ciklus elején, hogy legyen levívva a díjazása, mert kiugróan magas díjat fizetnek ebben a munkacsoportban. Ez így. És, ja, csak nem sikerült elintézni. Bródi Gábor kénytelen zsebre rakni évi 8 millió forintot, szegény. Hát ezt most tényleg ezt komolyan mondod. A főpolgármesternél van az a lehetőség, hogy ezt megszüntesse. Nem, a főpolgármester megírta ezt a levelet, én ezt olvastam, láttam, nem tőle tudom, föllelhető az interneten, bárki beütheti. Kérte azt, hogy szüntessék meg, ha nem hajlandó, mert nem tudja ezt a főváros meg tudná szüntetni, ezt mi is kértük tőle. Nem tudná egy oldalon megszüntetni, ezt kérte, írt erről egy előterjesztést, egy levelet, és azt kérte, hogy ha már nem szünteti meg az 5. kerület, mert nem járul hozzá, akkor legalább vigyék le a díját. Ez Karácsony Gergely aláírásával van, nem Kovács Alexével, de ha ezt is kirakod levelet, hogy te ilyet kezdeményeztél, szólj bátran. Szerintem a főpolgármesternek lenne lehetősége arra, hogy egy közös 5. kerületi önkormányzattal lévő munkacsoportba legyen beleszólása. De hogy számolsz az azzal, hogy a frakció tagja egy ciklus alatt 40 millió forintot kivesz ebből a cégből a parkolási munkacsoport címért? Miért nem fizeti vissza? Nem tudom, hogy számoltad ki ezt a 40 millió forintot. Hát úgyhogy a polgármester fizetésének felében van megállapítva a dolog, benne van Bródi Gábor vagyonnyilatkozatában, bárki pattanjon föl, nézze meg, 650 000 forint havonta a semmiért.
Évente négyszer kell leülniük, ezt most szorozzuk már föl, amikor arról beszélgetetnek, hogy jó-e a parkolás, vagy nem jó a parkolás a főváros és a belváros között. Ez egy nyilvánvalóan intézményesített, korrupciós célzata létrejött megállapodás, amit Tarlós a fideszes vezetéssel tett. Amikor ti megjelentetek, nem szembe mentetek vele, hanem beültettétek az embereteket. Az 5. kerületi parkolási bevétel az közel 3 milliárd forint. Nem vagyok ennek a munkacsoportnak a tagja, de azért az Mókás Péter, hogy tudsz róla, először... Ez a munkacsoport, és tudsz róla, tudok róla, hogy ez, van ez a munkacsoport. Értem. Tehát Mókás az Péter, hogy te először mindig kérsz és próbálsz megegyezni, majd amikor ez nem sikerül, akkor elkezded rombolni azokat az embereket, akik veled nem egyeztek meg. Tehát így volt. Most mire válasz? Hát arra, hogy hogyan viszonyulsz a tiéd a belváros frakció tagjaihoz, meg hogy miket mondasz róla. Tehát úgy volt, hogy amikor megjelentél, hogy polgármester jelölt szeretnél lenni, akkor még alpolgármesteri pozíciót kínáltál nekem, majd amikor mondtam, hogy nem szeretném ezt, és szeretném azt, hogyha te támogatnád a tiéd a belváros frakciót, és támogatnál minket abban, hogy váltsuk le a Fideszt, akkor nekünk estél gyakorlatilag, az elmúlt 4 hónapban másról se szól, csak a frakció és az én szapulásomról. Értem, ezt adta a kommunikációs tanácsadó, hogy ezzel került ki a konkrét válasz, hogy mit csinál Bródi Gábor azzal a ciklusonként 40 millió forintot, amiről ezek szint tudsz, sehol nem jelent meg a nyilvánosságban. Nem tudom, hogy számoltad ki a ciklusonként 40 millió forintot, Péter. Tök egyszerű, 650-szer, 6 tagja van, szor 12-szer, ennyi. Ennyi jön ki, 200 millió forint egy választás ciklus alatt. Miért akarod egy emberre rátolni a 40 millió forintot? Nem egyre akarom, 3 fideszes vesz föl, 3 pártmutyista, köztük Bródi Gábor, tudsz róla, mégsem hallottunk a nyilvánosságban semmit, és erről beszélek, hogy a Fidesz fogjai vagytok. Igaz ez az ingatlanod kapcsán, igaz a civil pénzek kapcsán, igaz a parkolási ügyek kapcsán. Nagyon jó, Péter, erről beszélt. Megkérdezted a DK-s és a Momentumos delegáttól is? Tehát a téged jelölő vagy támogató pártoktól, Gyurcsány Ferenctől és Donát Annától megkérdezted? Tudod, pontosan erről beszélek, hogy ez a függetlenség, hogyha ott leszek, fel tudok lépni ezzel szemben. Annyit tőle tudom mondani. Kérdezni, aki ott dolgozol, és rajtam kéred szám, hogy miért nem néztem utána 5 évig ezeknek az ügyeknek, amikor nem voltam képviselő, annyit nem volt tudok mondani, Péter, nem vettem fel értelmét. Jeleztük, hogy ez kiugróan magas összeg, és csökkentsék. Az, hogy a főpolgármester ezt nem tudja elérni, ez ugyanúgy, mint az elővásárlási. Beszéljünk egy kicsit erről. Számtalanszor jeleztük a főpolgármesternek, hogy éljen az elővásárlási jogával. Második vagy harmadik fordulóra tudtunk odáig eljutni, hogy ez meg is történjen. De közben nagyon jó leveleket kaptam. Jelzitek, de a politikai munkában nagyon jó leveleket kaptam, például a főjegyzőtől. Az ott élőket, a lakókat, hogy lépjenek föl közösen veletek. A főjegyzőtől, hogy milyen... hogy jeleztük. De nagyon jó leveleket kaptam. Nem beszélni róla. Hát ez egy nagy erről. Nagyon jó leveleket kaptam a főjegyzőtől, hogy mit kellett volna csinálni, csak nem csináltuk. Ja, értem. És akkor mennyiben maradt? Nem maradt, hogy kicsit kényelmes a pozíciótok, hogy 20 éve ott ültök, hát mi próbálkoztunk, hát vettünk egy lakást, nem tudjuk, milyen rossz a szociális bérlakás helyzet, miközben te kiadod azt a lakást, ez is benne van a vagyonnyilatkozatodban. Benne van a vagyonnyilatkozat. Vettél egy lakást, vagy igen, hát, ezt is elértük, ezt is elértük például, Péter, hogy a mi vagyonnyilatkozataink, ellentétben a fideszes képviselők vagyonnyilatkozataival, a ciklus egészében fönt vannak a honlapon. Ezt nagyon jól elértétek. De ez a te időszakod... Világ életem, mert kim volt az összes vagyonnyilatkozatom mindig. Én nagyon kíváncsi lennék a vagyonnyilatkozatodra, mert én nem láttam a vagyonnyilatkozatodra. Legyen más is, aki nekem mindig mindenem kíván a kampányok költségvetése is. És amikor arról beszélünk... Alex, beszéljünk arról, hogy miből kampányoltok, ha nem ezekből a pénzekből. Miből kampányoltok? Nekem kim van a kampányköltségvetés? A tiéd a belváros tagjai saját finanszírozásból. Kim van-e a kampány költségvetés és kampány elszámolás bárhol elérhető nekem? Igen. Az a különbség Péter.org-on megtalálja bárki heti frissítéssel folyamatosan, hogy miből fizettek közeljönkutatást, miből fizettek telefonos megkérdést, miből fizettek szórólapot. Az a különbség köztünk, mert hogy bevételi oldalon nem látszik. Mi nem gyűjtünk 3 a saját számlánkra pénzt. Csak ebben a csak 3 van, millió forint. Van. Igen, mikor az összbevételed nincsen annyi. Ez nem igaz, mert nem tudnám megcsinálni. Tehát Péter, de akkor magyarázd el, ott a vagyonnyilatkozatod. 300 ezer forint bejön a lakásból, amit kaptál az önkormányzatot. Én az önkormányzati. Nincs más feltüntetlen bevétel. Akkor vagy az hamis, vagy valahonnan keletkezett. Én az önkormányzati tiszteletdíjamat egy az egybe arra fordítom, hogy az 5. kerületi politikai tevékenységet finanszírozom. Te a levegőből élsz. Nem a levegőből, nekem van egy családom, tudod, Péter? Ja, tehát nem egyedül. Péter, ebben az időszakban, hogyha megnézed a vagyonnyilatkozatomat, visszatekintesz pár évre, akkor látod, hogy milyen jövedelmem volt. Én ennyit láttam, 300 000 forint jövedelem lakáskiadásban. Nézd vissza a vagyonnyilatkozatot. Igen, jó? Segíts nekünk, hogy értjük meg.
Nem, inkább szerintem te arra válaszoljál, Péter. Igen. De, hogy... Alex, ne, egy viszont kérdéssel nem kaptunk választ. Szerintem saját pénzemből finanszírozom a kampányt. Nem saját gyűjtök... pénzed az önkormányzattól jövő pénz. Ezt mondjuk saját tiszteletdíjamból. Így van. Igen. Abból hogy fizettél be 3 millió forintot egy ciklus alatt? Hát, hogy oszd vissza évente. De akkor te a levegőből élsz, azt állítod, hogy kiadod a lakást, amit az önkormányzat... Éter, ez nagyon jó. Tehát az én magánszámlámat nem inkasszálja a végrehajtó, és nem gyűjtök magánszámlára idegenektől pénzt. Ez a különbség. Nekem nincs olyan cégem... Nekem nincs olyan cégem... De van bármilyen munkád, ami indokolná az, hogy egyébként azt nevezsz, hogy nem közpénz, nekem nincs hozzá? Olyan cégem, aki kap 160 millió forint rövid lejáratú kölcsönt, és nincs olyan cégem, akivel tudok pályázni nemzetközi pályázatokon 160 millió forintra adósságkezelésre. Nekem nem volt 13 cégem, amit a végrehajtó... támogat egy non-profit KFT-vel, ami pályázott, ami egy előfinanszírozott pályázat volt, és visszafizettük. Nem adósság kinek volt, előfinanszírozás vissza? Volt. Kitől? Mi? Hova pályáztam? Hova lehet 160 millió forint? Nemzetközi szervezetektől. Szerintem, ahol állsz például, ők miből vannak? Miből vannak azok a civil szervezetek, amik még élnek? Miből működik Iványi Gábor alapítványa? Miből működik Ritók Nóra? Nem mondd már, elkezdesz sorosozni, és mindjárt, vagy hogy lesz ez? Nem mondtam. Alex, azzal számolja, hogy ti a belvárosoknak szánt civil pénzeket hogy rakjátok zsebre? Azt mondd el, az, hogy más civil szervezetek hogy szereznek pénzt külföldi forrás adott esetben, hát já, elég mélyre ment. Péter, én a tiéd a Belváros Egyesületnek vagyok az elnöke. Semmilyen közpénzt nem költ sehova. Hát közpénzből éltek. És nem is kap. Csak közpénzből éltek. Hát nézd, az önkormányzati pénz az mi? Tehát, hogyha az önkormányzati tiszteletdíjat te úgy veszed, hogy közpénz, akkor igen, akkor közpénzből élek. Ja, hát Momentumnál ezt verted rajtuk a rendszer szintjén, csak hogy kanyarodjunk oda-vissza. Kanyarodjunk oda-vissza. Kovács Péternek ezen lejárt egyébként a ideje, és Kovács Alexnek van még 1 perc, 25 másodperce. Kívánsz élni ezzel az időt. Kívánok. Szóval olyan dolgokat kéne számon rajtunk, amiket te se tartasz be. Amikor azt mondod, hogy nekünk ez a munkánk, és nekünk ez a munkahelyünk, akkor kérlek szépen mondd már el, hogy a te ciklusodban, ameddig képviselő voltál, és nem hagytad ott a kerületet, nem mentél el pártot építeni, aztán... Bocsát, válaszom, nem fog tűnni a Péter, tehát inkább kérdés helyett valamilyen módon összefoglalni azt, hogy mik a gondolataid a kérdés vagy a téma kapcsán, mert Juhász Péter nem fog tudni válaszolni, az időkerete lejárt ehhez. Következő blokkban. Nincsen több blokk, nincsen több blokk. Következnek. Elengedem, lássa, hogy elengedem ezt az időt. Biztos? Nyugodtan biztos. Használhatod. Nem mond igazakat a Péter, és folyamatosan csúsztat. Amióta megjelent decemberben a Péter, hogy ő polgármester jelölt akar lenni, onnantól kezdve, hogy nem voltunk ebben partnerek, folyamatosan minket szapul a Facebookon, a különböző megszólalásaiban, a tévés megjelenéseiben, és folyamatosan csúsztat. És amikor ezt szóvá tesszük, vagy akár egy Facebook posztjához hozzáírunk, akkor ezeket törli. Tehát, hogy az igazságot nem lehet elhallgatni, Péter. Jó, van még 40 másodperc a Kovács Alexnek, akkor ezt elengedhetjük? Elengedhetjük. Jó, mielőtt rátérnénk az áróbeszédekre, 2 darab eldöntendő kérdést szeretnék föltenni mindkettőtöknek. Azt kérem, hogy nekifejtéssel válaszoljatok, hanem egyszerű igennel vagy nemmel. Esetleges megválasztásotokat követően el tudtok-e köteleződni amellett, hogy polgármesterként mindent megtesztek azért, sőt, kifejezetten lejét veszitek annak, hogy a kerületben elhelyezés nélküli kilakoltatás tudjon történni, igen vagy nem? Kovács Alex? Igen. Én ezt a videóban sem mondtam. Igen vagy nem? Igen, igen. Jó. És még egy utolsó kérdés ide kapcsolódóan. Talán a legsúlyosabb, a legelhíresültebb kilakoltatási botrány az dr. Kovács Zsuzsái, Kódesz kutató és irodalomtudós volt, akit 2022. októberében lakoltatott ki a Szentgyörgyvölgyi Péter vezette kerület. Ugye ő egy 67 éves idős nő volt, akit mindössze 300 000 forintnyi tartozás miatt lakoltatta ki, úgyhogy egyébként meg volt konkrétan az összeg, amit befizettek volna a város mindenki aktivistái, hogy az idős hölgy ne veszítse el a lakhatását. Mégis kilakoltatták, hajléktalan szállóra került utána a kórházba, 4 hónappal a kilakoltatása után meghalt. Vállaljátok-e azt, hogy az épületen, ahonnan Kovács Zsuzsát kilakoltatták, megválasztásotok esetén valamilyen megemlékezésre alkalmas táblát, bármi mást elhelyeztek annak érdekében, hogy erre a botrányra emlékeztessétek a következő generációkat. Alex? Igen. Péter? Igen. Köszönöm szépen. A záróbeszédek következnek. A záróbeszédek megszólási sorrendje elsőként Juhász Péternek lesz 2 perce, amit Kovács Alex nem szakíthat meg, utána Kovács Alexnek lesz 2 perce, amelyet Juhász Péter nem szakíthat meg, és ezzel véget ér a vita. Szóval elsőként Juhász Péteré a szó.
Köszönöm szépen. Szóval én nem gondoltam, hogy origó szintű vitában lesz részem, nem is erre mennék, inkább erre az utolsó, amit mondtál. Videó már elő van készítve, jön ki pont a hölgy által, hogy mondjam, tehát a mai napig üres ez a lakás, ahol ahonnan kilakoltatták ezt a hölgyet. Elmentem Jámbor Andrással közösen megnézni, nem, tehát szívből vagyok elkötelezve az ügy iránt. A másik egyébként szintén a Tiéd a Belváros frakciót is kereste egy másik emléktábla kapcsán, az Átlátszó újságíró, az Aranykéz utcai robbantás áldozatai szeretett volna emlékművet állítani, emlékmű alatt értsünk ugyanígy egy táblát, nem is válaszoltak a kérdésére, tehát az én elköteleződésem az biztos, és ott is leszek. Azt hiszem, amivel kezdtem, és akkor fordulok a nézőköz közvetlenül, a rendszerváltás, mire szükség van, azt szerintem azért nagyjából bebizonyosodott. Az egészen biztos, hogy a 20 éve ott levő ellenzék, akik személyi állományban alig-alig változtak, ez a régi MSZP és 70-30-ból jövő állomány ma is ugyanazt folytatja, mint korábban. Nem véletlen, hogy sem az MSZP, sem az egyéb pártok, amelyik régen léteznek, nem őket támogatják. Ez, hogyha ott valóban munkát végeztek volna, és látták volna ezt, akkor én azt gondolom, hogy evidens lenne, hogy megvédenék a munkát végző, a velük együttműködést vagy lefolytató embereket, és adott esetben embereiket. Nem igaz egyszerűen az állítás, hogy a pártok helye országos szervezetei lennek mögöttem, a helyi szervezetek pont úgy mögöttem vannak, az ott élők is, az se véletlen, hogy megállás nélkül keresnek meg különböző ügyekben. A lakásügyeket, amikről beszéltem, és újak voltak, mind lakók hozták, ahogy ezt az emléktábla ügyét is lakó keresett meg, és elhívnám Irénke néniről, szintén nem is beszéltünk itt a figyelmet, akit ugye 1,8 millióért akar hát gyakorlatilag kilakoltatni az önkormányzat, miközben ő egy 60 milliós lakást adna vissza. Ők is keresték a frakció tagjait, és nem kaptak segítséget. Én azt tudom ígérni, hogy a lakók bevonásával a minél szélesebb spektrum ideológiai, hogy mondjam, különbségeket összefésülve egy konszenzusos és együttműködő önkormányzatot fogok vezetni. Bízom abban, hogy mindenki támogat ebben, és igen, szeretnék előválasztást minden ellenkező állítással szemben, köszönöm. Mindenhol el is mondtam eddig. Köszönjük szépen. Kovács Alex Gábor. Köszönöm szépen, én köszönöm a Partizánnak, hogy megszervezték a vitát, és mindenkinek nagyon kellemes húsvét ünnepeket kívánok. Szerintem a vita alatt kialakult, Péter az áróbeszédébe is sikerült megint hamis dolgokat állítani, de majd remélhetőleg egy következő vitán ezt tudjuk folytatni. Szerintem két dolog között tud választani a belvárosi lakó. Az országos pártok, az országos pártelnökök mutyjából létrejött szövetség, amit Juhász Péter vezet, vagy pedig a helyi 5. kerületiekért dolgozó, együtt dolgozó helyi politikusok, akik elég színes párt hovatartozással rendelkeznek, a Momentummal, DK-val, Párbeszéddel, LMP-vel, erről kell dönteni. És egy dolgot szeretnék üzenni innen Szentgyörgyi Péternek, én is elkötelezett vagyok azzal, hogy legyen előválasztás a belvárosba, és hogy ne örüljön előre, egy jelölt fog maradni az ellenzéki oldalon. Köszönöm szépen. Jó, akkor ez volt a belvárosi ellenzéki előválasztási vita. Köszönöm szépen Kovács Alex Gábornak és Juhász Péternek a részvételt, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást. Mi pedig a lehetőségünkhez mérten megszerveztük ezt a vitát, mint ahogy egyébként további kerületekben, illetve városokban is van terve véve előválasztási vitának a megszervezése. Ezek még alapvetően politikai előkészítés alatt állnak, mármint a pártok, illetve jelölőszervezetek oldaláról. Mi ebben nem veszünk részt, viszont azokon a helyszíneken, ahol kialakul egy konszenzus, ott örömmel biztosítunk lehetőséget arra, hogy egy demokratikus vitában megismeressék a választó polgárok a különböző opciókat. Ugyanerre készülünk egyébként az önkormányzati választáson, illetve az EP választáson is, tehát a mi szándékunk az, hogy minél inkább hozzájárulhassunk a demokratikus nyilvánossághoz, ahhoz, hogy a választók megalapozott tájékozott döntéseket hozhassanak arról, hogy kikre bízzák a képviseletüket, akár helyi szinten, akár az Európai Unió szintjén. Tehát köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok velünk, jó mérkőzést kívánok az előválasztás során mindkettőtök részére, követni fogjuk az eseményeket. Köszönjük szépen. Köszönjük. Ti nem menjetek sehova, vagy maximum egy gyors kávéért, mert hamarosan 7 órától egy újabb adással készülünk, ebben kifejezetten Varga Juditnak, mint igazságügyi miniszternek a különböző nőjogi szervezetekkel folytatott együttműködését fogjuk majd vizsgálni. Azokat a szervezeteket is, illetve azoknak a képviselőit hívtuk el, akik ott ültek azokon az egyeztetéseken, amelyeken többek között az isztambuli egyezmény ratifikációjáról, még inkább a különböző bántalmazásokkal kapcsolatos megelőzésekről, illetve a családvédelem lehetőségéről lett volna szó.
hogy pontosan milyen eredményt értek el ezek az egyeztetések, ezekről maguk az érintettek fognak majd beszámolni, tehát ez következik este 7 órától. Ez a vita itt most véget ért, de ahogy említettem, készülünk további vitákkal is, amint ezekről bármilyen információnk lesz, azonnal közöljük veletek. Ha nem szeretnétek lemaradni ezekről a fejleményekről, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornánkra, illetve kövessetek minket a különböző egyéb social media felületeinken. És ahogy az adás legelején elmondtam, zajlik az 1%-os adománygyűjtés időszaka. Ha szereted a munkánkat, fontosnak tartod a Partizánt, akkor kérlek, hogy támogass bennünket te is idén az adód 1%-ával. A képernyő alján látható a szám, az adószámájel, ezt föl tudod ajánlani a részünkre. De ha még nem csináltál ilyet soha életedben, akkor se ijedj meg. A leírásban megtalálod azt a linket, amelyen keresztül végigvezetünk a teljes folyamaton. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed. Jövünk vissza este 7 órakor, de addig is, ciao.